A 7. kerület után a 18. kerületet is elárasztották azok a szórólapok, amelyeken fegyveres arab férfiak fotójával keresnek eladó-kiadó lakásokat a környéken Allah Akbar jeligére. Az újabb riogató szórólapokra azonban az ismeretlen készítők már odáig jutottak, hogy a 18. kerületi MSZP telefonszámát is rányomtatták. A párt helyi szervezete feljelentést tesz, de szerintük a Fidesz áll a gyűlöletkeltés mögött. Kérdésünkre a Fidesz ezt cáfolta. Vagy ellenpropaganda akar lenni a választások előtt, vagy nem tudom meghatározni, de én úgy gondolom, hogy egy ilyennel nem kellene viccelődni. Ezt a fővárosi Havarna lakótelepen élő asszonyt azok a szórólapok háborították fel, amelyeket húsvét előtt dobtak be ismeretlenek a lakótelep postaládáiba. A marcon a fegyvereseket ábrázoló lakáskereső szórólapokból jutott a helyi MSZP elnökének is. Tegnap előtt találtam azt mindkét szórólapot a postaládámba. Reggel, amikor felkeltem, este még nem volt a postaládában, reggel elég korán kelek, úgyhogy valószínűleg hajnalban dobta be valaki. Mivel a szórólapokon nincs pártlogó és a kiadó sincs feltüntetve, felhívtuk a rajtuk látható budapesti telefonszámot. A hívott szám jelenleg nem elérhető. Ezután rákerestünk a telefonszámra a tudakozó rendszerében, így kiderült, a szórólapokon szereplő hívószám az MSZP 18. kerületi irodájának száma. Ugye ez lenne az a telefonszám, amire ennek a étesítésnek be kellene jönnie. Az MSZP 18. kerületi elnökségi tagja azt mondja, a telefonszám valóban az övék, amely a választási kampány kezdete óta rejtélyes módon rakoncátlankodik. A szórólapokhoz Szaniszló Sándor szerint a szocialistáknak semmi köze nincs. A rajtuk látható fegyveresek sokkal inkább a Fidesz kampányába illeszkednek, csak úgy, mint a Kunhalmi Ágnest Gyurcsány Ferenccel együtt ábrázoló brossúrák. Nincs kétségünk egyébként, hogy ez a lap ez fideszes kiadvány, bár nem tüntették fel sehol, mint a fideszes kiadvány a másik is, ami ugyanolyan minőség, ugyanolyan kivitel, és azt a célt szolgálja, Kunhalmi Ágnest ugye ellehetetlenítse, amennyire ezt meg lehet ilyen szennylapokkal tenni. Lakáskereső terroristákkal riogató szórólapok korábban a 7. kerületben is felbukkantak, de ezeken még egy arab emirátusi telefonszám szerepelt. A 7. kerületi szórólapok ügyében az Index információi szerint a rendőrség vizsgálatot is elrendelt. A rendőrség azonban híradónknak azt írta, mivel nem merült fel bűncselekmény gyanúja, nem nyomoznak az ügyben. Az a gyűlölet propaganda. Az MSZP mellett az LMP is úgy gondolja, hogy a riogató szórólapok a kormány és a kormánypártok üzeneteit közvetítik. Mi azért feltételezzük, hogy ennek köze van a kormány oldalnak az egyre sötétebb és gyűlöletkeltőbb kampányához. A Nagyobbik kormánypárt sajtóosztálya híradónk megkeresésére azt írta, a kérdéses szórólapokhoz a Fidesznek semmi köze nincs.